Bónusz gyermeknapi programmal várta a gondozási körébe tartozó családokat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ június 10-én. A Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen megvalósított napon Kubatov János elnök helyettes, Forrainé Murányi Judit intézményvezető és Bajkó Norbert alpolgármester köszöntötte a családokat. Szeretettel köszöntünk a Forrás nevében mi is mindenkit. Sokszínes programmal készültünk mára. Itt éppen hajfonás, arcfestés, csillámtetoválás, sorversenyek, és ebédkor hotdog a gyerekeknek. Itt van az ugrálóvár is, most éppen ide tömörültek a gyerekek, ott nincs senki. A felnőtteket egy paprikás krumplival szeretnénk megvendégelni, és lesz tombola. Lesznek mindenféle játékok, és lesz még? Bábjáték lesz délután, azt a megújult nemzedékért alapítvány munkatársai fogják nekünk eljátszani ezt a bábjátékot, és szeretném megköszönni a támogatóinknak, akik süteménnyel, a Madács iskola diákjai sütöttek nekünk, illetve a gyerekeknek linzert, a Suján cukrászdától kogácsát kaptunk, játékokat, szalvétát a Minor BT-től, akkor kaptunk üdítőt a Gramex Kft-től, úgyhogy szerintem mindenféle rendelkezésre áll ahhoz, hogy jól érezzék magukat a gyerekek. És akkor átadnánk a szót alpolgármester úrnak. Jó napot kívánok, ez itt Csokolom, üdvözlöm Önöket. Ezekhez a dolgokhoz már nagyon hozzáfűzni sokat nem tudok. Annyit mondani, hogy a város elkötelezett abban, hogy helyi szinten is és regionális szinten is, amennyiben erejével telik, támogassa Forrás családsegítőt. Mintegy 80 család kap rendszeres vagy állandó ellátást, ezen felül van a prompt, illetve a krízis helyzetben való ellátás. Itt történik még a hajléktalan gondozás, amely igencsak nagy feladat, és más egyéb feladatokat is, gyámhivatali feladatokat is ellátnak. Nagyon nagyra értékelem, hogy emellett még van erejük arra, hogy gyereknapot szervezzenek a nemzetiségi, tehát a roma nemzetiségi önkormányzattal közösen. Ez számunkra egy kiváló lehetőség arra, hogy megmutassuk, hogy milyen szociális hozzáállással rendelkezik a település. Ez volt, és van, és lesz is. És nagyon szeretnénk, hogyha minél többen részt vennének a programon, nem rászorultként. Sajnos a mai gazdasági helyzet azért elég nehéz anyagi és inflációs kereteket produkál, de itt nem az a feladatom, hogy negatív nézőpontot mondjak, hanem hogy örüljek és végignézzem a gyermekeknek a csillámtetoválását, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánok, és köszönöm szépen, hogy eljöttek. A program keretében számos játék és finom ételek várták a gyermekeket és szüleiket.